Akkor örülök, akik itt vannak benne a teremben, hogy kíváncsiak erre a nagyon érdekes dologra, mert úgy gondolom, hogy a mai világban, ami most következik téma, szintén a mi életünk része. Tehát a megújuló energiaforrásokkal a Föld megmentéséért. Hát igen, mondta nekem valaki, hogy nem nagyon kell ezen aggódni, mert a Föld lehet, hogy megmenti majd saját magát. Csak hát ha mi is itt szeretnénk maradni rajta, akkor jó lenne, ha mi is törődnénk egy kicsit a Földdel. És én azt mondom, hogy a bemutatom vendégemet, dr. Túriki Zsolt, energiapiaci szakértő, hogy ő mit mond erről, hogy valóban tudunk mi valamit tenni azért, hogy ez a Földön jelenleg létrejött helyzet valamelyest javuljon. Köszönöm a szintotást. Azt tudom mondani, hogy nem az a kérdés, hogy tudunk-e tenni, hanem hogy mit és mikor teszünk, ugyanis nagyon sok minden nem kerül se pénzbe, se különösebb energiába, csak egy kis odafigyelésre. Ha belegondolnak az itt jelenlevők, hogy otthon mi a legnagyobb energia számájuk. Jó, akkor megválaszolom én a kérdést az aktivitás hiánya miatt. A fűtés jellemzően a legnagyobb, és ebben tudnánk a legnagyobb hatékonysággal lépni, illetve a legnagyobb pénzeket megtakarítani. Viszont van egy nagyon csúnya hátulütője, hogy minden nagyobb beruházásnál pénzügyi vonzatok is vannak, és jelen pillanatban úgy tapasztalom, hogy a lakosságnak a legnagyobb problémája nem az, hogy hogy újítsa fel a házát, vagy hogy építsen egy újat, hanem hogy hogy fizesse ki a számláit. Ami nagyon rossz dolog, mert gyakorlatilag arra megy el a pénz, hogy valahol másokat gazdagítsunk, ahelyett, hogy nálunk maradna meg. Látom, hogy hoztál filmet is magaddal, vagy képeket. Prezentációt hoztam, gyakorlatilag azért, hogy megmutassam, hogy nem csak nagy pénzekkel lehet lépni. Itt a környéken panelházak vannak, ahol azért nagyon nehéz házilag barkácsolni valamit, bár el kell mondjam, hogy egy panelházból is lehet nagyszerű energiahatékony házat létrehozni. A kérdés csak az, hogy mibe kerül. Igen, működik. Ez az első kép, ez egy nagyon egyszerű dolog, ez biztos, hogy mindenki tapasztalta, hogyha kitesz a kertbe egy slagot, akkor fölmelegszik a víz. Ez egy picit meg lett fejelve, a mindenki által kárhoztatott pillepalackokkal szépen beburkolva a cső, és gyerekkori élményeinkből, vagy egyszerű tapasztalatból tudjuk, hogyha egy üveg mögé odaállunk, akkor sokkal melegebb van, mint anélkül. Házi készítés gyakorlatilag viszonylag kevés pénzből össze lehetett hozni. Mögötte ott van egy medence, aminek a fűtésére használták. Hát el kell mondjam, hogy gyakorlatilag ez is egy hátulütője a dolognak, ugyanis abban az esetben, hogyha egy ilyen berendezést méretezzünk, akkor vagy azt kell eldönteni, hogy télen méretezzük, amikor hideg van és viszonylag kevés az belső energia, akkor viszont nyáron nem fogunk tudni mit kezdeni az energiával, vagy nyáron méretezünk, és akkor télen kell egy kis fűtésre segítés. Megoldás, hogy telepítsünk medencét, a probléma az, hogy miből. A következő ábra arra mutatna rá, hogy az uraknak miért jó, hogyha konzervdobozból isszák a sört, kimondottan alumíniumból, tehát uraim, otthon el lehet mondani, hogy nem a sör miatt isszuk, hanem energiát szeretnénk termelni belőle. Ez egy házi készítési sörkollektornak a működés, a készítés közbeni bemutatása. Készen gyakorlatilag azt kell mondjam, megkülönböztethetetlenek tudnak lenni egy gyárban vásárolt berendezéstől. 50-60-70 ezer forint körül jön ki. A pontos leírását, hogy hogyan kell készíteni, ne várják el tőlem, az interneten meg lehet találni, ha bárki rákeres a sörkollektorra. Nagy hátulütő, hogy elég sok sört kell meginni hozzá. Tehát akkor nem tudod, hogy ez ebben megy valami?
Ebben tisztán levegő kering benne. Ja, értem. És akkor ezt lehet valahova elvezetni? Ezt a falra fölteszed a déli irányba, és kell egy lyukat fúrni a falba, és beáramlik a levegő, egy kis ventilátorra lehet mozgatni. Van egy kis elektronikája. És ez tényleg van, aki ezt használja? Persze, egész dolog. Nagyon sokan itt Magyarországon. Én most hallottam először. Nagyon jó. És még milyen tanácsot tudsz nekünk adni, mert ez lehet, hogy még ezt sem lehet panellakásban annyira hasznosítani. Gyakorlatilag az első tanácsként azt mondanám, hogy mindenki nézze meg, hogy milyen energiafogyasztása van otthon. Tehát nézzük meg a villanyszámlát, a fűtésszámlát, gondoljuk át, hogy mivel fűtünk. Ha panelban lakunk, akkor viszonylag keveset tudunk tenni, és ha nem kerül bele az ember a panel felújításba, akkor egyedül túl sok minden nem tehet, bár egy nyilászáró csere nagyon sokat tud lendíteni a dolgokon, mert egy régi ablak mellett, hogy aki lakott már panelban, az tapasztalhatja, hogy milyen az, amikor nem kell szellőztetni, mert csukott ablakon is húzat van. És még ez a kisebb szigetelés, amit pillanatnyilag föltesznek, ez is nagyon sokat tud segíteni. Hát azt kell mondjam, ég és föld a különbség. Érdemes belevágni, még ha nem is panel támogatott program, mert mondjuk egy 60 lakásos társasháznál elég nehéz ezt megoldani, hogy mindenki ugyanazt akarja és egyszerre. Viszont lehet lépni olyasmit, hogy egyszerűen a függönyt nem engedjük rálógni a fűtőtestre. Mert akkor mi történik? Egyszerűen nem kerünk be annyira a levegő, mint amennyire kellene, és az ablak és a függöny között fog keringeni a meleg levegő, nekünk pedig az nem igazán jó. Emellett van egy csomó minden, amit megtehetünk, még például ilyen egyszerű dolgok, hogy szerezzünk be egy billentős kapcsolós elosztót, és amikor és telepítsük rá a nagyobb fogyasztóinkat. És nagyon sok berendezés akkor is fogyaszt, hogyha standby módban van kapcsolva. Én is egy lusta ember vagyok, jellemzően azt szoktam csinálni a számítógépnél, minden egyre van dugva, és egy mozdulattal le lehet kapcsolni, és nem világít semmi. Berendezéstől függ, hogy ez a fogyasztás ez elenyésző vagy nagyon sok. Meg kell nézni, és lehet, hogy sokszor fogom elmondani, minden egyes esetet át kell gondolni, hogy megéri egyáltalán lépni valamit, vagy sem. De már tudatosítjuk a problémát, hogy valamit tennünk kellene, azzal már az első lépést megtettük. Ugyanezt tehetjük a konyhában is, ugye maradjunk a panelnél, ugye aki általányt fizet, az azt mondhatja, hogy mindegy, hogy mennyit fogyasztok a gázzal, így is úgyis annyit fizetek ki, amennyit. A probléma az, hogy a földgáz előbb-utóbb el fog fogyni, a másik probléma meg, hogy elég drága, tehát egy importfüggést okoz nekünk. Célszerűen kis apró praktikákat bevetni, hogy a sütőt lekapcsolhatjuk hamarabb, ha már majdnem elkészült. Mert nem akarok a háziasszonyok lelkébe vájkelni, tehát vannak olyan ötletek, hogy mit főzzünk, letakartam, mit ne, és megkapom otthon, hogy de úgy nem lesz olyan az íze, és ilyenkor nem tudok vitába szállni senkivel se. Tehát meg kell nézni, hogy mi az, amit be tudunk vállalni az étkek minősége nélkül, és mi az, amit nem. Annyit szeretnék hozzáfűzni, ugye nemrég volt a rezgéses előadásunk, és hát azért ott nem volt erről szó, mert idő nem volt rá, de azért vannak olyan konyha eszközeink, amelyekre egyrészt abszolút nincs szükség, másrészt meg károsak. Tehát egész egyszerűen most akkor nem kéne használnunk. Tehát például, ha jó végig gondolom, a mikrohullámos sütő, amit szeretettel használunk, az olyan szinten tönkreteszi a rezgését az ételnek, hogy egész egyszerűen már nincs értelme megenni. Tehát itt megbeszéltük, hogy különösen délelőtt, hogy nem mindegy, hogy milyen táplálékot veszünk magunkhoz. És hogyha én egy magas rezgésű táplálékot, ami elvileg segíteni az én rezgés szinten emelkedését, berakom szépen a mikrohullámos sütőbe, az agyonvágja az egész rezgést. Tehát teljesen tönkretesz mindent, és utána olyan, mintha semmi nem történt volna. Tehát a mikrohullámos sütő, mint olyan, nem egészséges.
ennyit szerettem volna elmondani. És itt beletartozik még az is, hogy a kenyér sütés az egy olyan nagyon fontos része egy család életnek, ami megint a konyhához tartozik, hogy árulnak sütőgépeket. Hát az is fölösleges, most elmondom. Mert tudnivik, én kézzel gyúrom a kenyeret, és ez miért fontos? Mert az én rezgésemet, mert nekem is van rezgésem, egy hatalmas szeretet rezgésem van, ha a családomra gondolok, meg egyébként is, ha önökre akkor is, és ha meggyúrom azt a kenyeret, az én rezgésem, az én energiáimmal lesz az a kenyér átitatva, és ha ezt megsütöm a sütőben, és megeszi mindenki, az valóban az ő rezgésüket fogja emelni, és az egészségüket szolgálja. Mindez nem mondható el egy gépben sütött, vagy a boltban vásárolt tömeggyártású kenyérről. Ennyit szeretném volna elmondani. Menjünk, mert megkaptam azt, hogy rajtam kell behozni a csúszásokat. Egy példát szeretnék felhozni azoknak, akik gondolkodnak új építésben, és jellemzően házban. Ez egy magyarországi építésű 126 négyzetméteres házról van szó. Pirossal kiemeltem, az 3000 forint, nem én írtam el havonta fűtésszámlaként. Tényleg? Nem, ez ilyen átlag. 36 ezer forint, ha jobban tetszik így egy évre. Vagy még lehet, hogy sok is, nem? Tehát ekkora bő értékhez kell? Minusz 10 alatt voltak a hőmérsékletek. Tehát egy passzív ház jellemzően abból fűti föl magát, hogy bent vagyunk, mert ahogy mozog az ember, hőt termel, van egy csomó elektromos kütyünk, ami hőt termel, elég, ha csak a tévére gondolnak. És ebben légterékető rendszer, vagy milyen fűtés volt? Kétsegítő rendszerként egy rekuperátor van benne. Tehát gyakorlatilag a legfontosabb rész a szigetelés. Tehát, hogy ne engedjük, hogy a benti hő eltávozzon. Ez az ablakokat jelenti, és, illetve a falakat tett. Majd lesz egy képen, hogy is mehet ki. Szemléletek tetőnek hoztam. A hideg színek, tehát a kék azt jelenti, hogy hidegebb van, és a meleg színek pedig a meleget jelenti. Ki lehet találni, hogy melyik a passzív ház. Igen, tehát gyakorlatilag nagyon jól látszik, hogy még az ablakok mellett van némi hőszivárgás, de nem túl sok, míg a másikhez eléggé jellemzően szinte mindenütt világít. Következő kérdésem ugye az lenne, hogy hol szökhet a meleg. És egy okos gyerek azonnal mondaná, hogy a képen is látszik gyakorlatilag mindenütt. Ha jól megnézik, akkor nem mondhatjuk azt, hogy csak a falakat szigeteljük, csak az ablakokat, hanem a talajszintet, illetve a tetőt is nagyon le kell szigetelni. És ha megnézik az eredményeket, nagyjából mindenütt ugyanannyi szökik ki. És ez van a következő gondolat, ez lehet, hogy nem fog nagyon jól látszani nagyobb távolságban, de inkább csak az arányokat érdemes figyelni. Tehát a legfelső egy hagyományos háznak az energiaigénye, és alatta lent vannak a energiatakarékos házé, a passzív házé, az autonóm házé, a nullenergiás házé. Ugye a hagyományos házat nem kell bemutatni, ezt mindenki ismeri. Az energiatakarékos ház, amit mostanában építünk, szigeteléssel, korszerűbb nyilvánzárókkal. Az autonóm ház az arról szól, hogy leteszem valahol a pusztába, és nincsenek csövek, drótok, nem ló ki semmi belőle. Tehát ellátja magát energiával, vízzel, és megoldja a saját kimenő outputjait, tehát a hulladékát is feldolgozhatja. A nullenergiás ház annyit jelent, hogy nincs rezsie, tehát itt megtermel annyit, amennyit elfogyaszt,
míg a energiatermelőház arról szól, hogy gyakorlatilag nekem fizetnek, hogy bent lakom. Ez így, no. És van ilyen? Igen, tehát gyakorlatilag megoldható a dolog, a megtérülés a következő nagy kérdés, ugyanis szinte bármiből bármit lehet csinálni, a kérdés az, hogy mennyibe kerül. Tehát az első gondolat itt is, hogy gondoljuk át, hogy mit akarunk megtenni, és ha nincs is pénzünk, akkor igyekezzünk úgy megépíteni, megterveztetni, hogy lehetőség legyen rá később beépíteni berendezéseket, illetve csatlakozásukat. Ez nagyon tud fájni, hát rossz példaként említették, hogy volt egy passzív ház, ahol a tulajdonos redőnyt akart tenni, és az ablakot megfúratta. Ennek hermetikusan zárni kellene, hogy ne szökjön a meleg. Kiderült, hogy amikor mérték, nem szökött semmit, tehát megvolt a hermetikus elzárás. Igaz, hogy ezt télen végezték, és nagy nehezen rájöttek, hogy azért történt ez meg, mert befagyott. Ugye a pára lyukon keresztül ment volna kifelé, találkozott a hideggel, és utána szépen leszigetelte a nyílást. Ez tipikus esete annak, amikor nem gondolták át előre, hogy mit kellene tenni. Ilyen házakban valahogy másként kell megoldani a sötétítést. Illetve ugye elhangzott a kérdés, hogy is lehet a levegőt, keringetést megoldani, mert én is dolgoztam sok olyan épületben, ahol ablakot nyitni nem lehetett. Hát reggel 8-tól délután 4-ig az ember olyan volt, mint akit fejbe vágtak. És ezt hétről hétre megcsinálni nagyon nem jó. A passzív házban a levegőt az egy külön rendszer keringeti, és a kimenő meleg levegőnek a hőjét átadja a bejövő hideg levegőjének. Illetve ugyanezt meg tudja fordítva is csinálni, tehát temperálni tudja a hőmérsékletet, és nem szükséges, hogy nyáron hűtsük külön a lakást, ezt a földhővel meg tudja oldani. Annyi még, amit tudni kellene, hogy ugye Magyarországon fontos kérdés szokott lenni, hogy mibe is kerül ez az egész. Nem reklámozok senkit se, és nincsenek érdekeltségeimnél. Olyan 225 ezer forint plusz áfa körül van egy négyzetméter egy passzív háznál jelen pillanatban. És minden egy... tehát a bonyolultabb, nagyobb szerkezet igényű, illetve műszaki tartalmú házak természetesen drágábbak. De itt sem lehet megmondani, hogy mibe kerül, mert mindig egyedi igények vannak, és egyedileg kell mindig megtervezni, illetve beárazni. Azt tudnám tanácsolni, aki megengedheti magának, az inkább egy szobával kisebb házat válasszon, de inkább legyen jobb műszaki értékű. Arról nem beszélve, hogy nagyon nem hangzik el, hogy 2020-tól elvileg az Unióban legalább passzív házminősítésnek kellene lennie. Nem akarok belemenni a részletekbe, mert a szakértők sem tudják megmondani, hogy milyen lesz az ütemezése, de nem árt fölkészülni arra, hogy a régi házak az új normákhoz képest iszonyatosan elavultak lesznek. Tehát elég megnézni a diagramot, hogy mivel nagyobb a fogyasztás. De hát hiába találják ezt ki, tehát ezt, hogyha nem lehet megvalósítani, akkor itt már megint ilyen fából vaskarika. Nincs igazam? Tehát ugye ez lett volna a kérdés, hogy ezt, hogy a fejlek megfinanszírozni. De átadom a mikrofon. Igazából nem akarok azért ennyire szerepelni, de tényleg ez kivitelezhetetlen mindenféleképp. Tehát úgy gondolom, hogy egy 4-5-szörös időtartamban se biztos, hogy összejönne a mostani helyzetet nézni. Azt kell mondjam, hogy jogászként én alkalmazom a jogszabályokat és nem hozom őket. A másik pedig támogatásnál elég komoly tanulmányokat láttam arra, hogy minden egyes befektetett forint, amit ilyesmire annak elég komoly mértékben visszajön. Ugye, ha belegondolunk, hogy áfát kell fizetni ilyesmire, és a pályázat esetén nem lehet jó magyar szokás szerint feketén építkezni, az állambácsinak visszafolyik nagyon sok pénzedből.
Egyébként azt elnézést, hogy megszakítom, hogy azt lehet tudni, hogy gyakorlatilag az előző, mit tudom én, 3-4 évhez képest is most akkor a zöld energiás uniós pályázatokat miért nyilvánják meg anyagi szempontból? Tehát ugye most elég elcsökkentették például pont a napenergiához kapcsolódó, tehát napkollektorok, tehát ez a zöld energiaforrásokat, vagy van erről valami információ, hogy fog ez változni? Igen. Röviden és jó, nyilván ön nem a kormányképviselő, gondolom csak, hogy... Fog változni negatív értelemben? Lesznek pályázatok, ilyen információim vannak. Tavaly a lakosságnak írt, az 2,5 nap alatt betelt. Hát igen, ez az, hogy szűk a pályázati keret, tehát ahhoz képest a mennyi elvégzendő munka lenne, gondolom. Ezzel egyet tudok érteni, de sajnos konkrétumot nem tudok ez ügyben mondani, mert nagyon gyakran mi is várunk információkat, tehát mint a múltkor, tehát nem mi hozzuk a döntéseket. Jó, hát nyilván tehát az egy pozitív dolog, hogy itt a zöld kártya, a épület zöld kártyán keresztül végül is elkezdték egyáltalán fölmérni az épületeknek az állagát, tehát egy országos képet majd kapni egy pár év múlva, hogyha minden befejeződik, hogy mi az épületeknek az állaga, hát utána gondolom, utána lehet elkezdeni majd a fölújítást ott bármi. Ez igazándiból abban tud segíteni, hogy a tulajdonosnak megmutatja, hogy mit lehet tenni, illetve mit érdemes. Ha jól készítik el, akkor egy döntéstámogatási rendszerként nagyon jól működhet, mert egy tapasztalt szakértő meg tudja mondani, hogy ez körülbelül mennyi idő alatt térülhet meg, illetve érdemes egyáltalán belefektetni. Mert ha belegondolunk, vannak olyan épületek, amik soha nem fognak megtérülni, mert most inkább lakni lehet benne, de azt mondaná az ember, építsünk inkább újat, mint hogy leszigeteljük. De hát ez ugye mindig egyedi kérdés, illetve a pénztárcának a függvénye, mert sajnos ez nagyon döntő kérdés. Viszont azt kell mondjam, sok számítást láttam, ami arra utal, hogy van egy kis pénzünk, akkor bankbetét helyett inkább szigetelésbe fektessük. A nyugdíjat is támogatja, hogyha hosszabban szeretnénk a házunkba lakni, ugyanis az egyszer már biztos, hogyha jól el van készítve az az épület, akkor a költségeinket be tudjuk lőni, és azok nem fognak emelkedni. Egy olyan kérdésem lenne, hogy tudom, hogy mindenki nem költözhet innen a panelból ökofaluba, hogy ilyenek már azért vannak, hogy azok hogy építkeznek, vagy hogyan történik ott az élet? Igazándiból nem vagyok szakértő az ökofalakban. Hoztam egy képet, és szétbontanám a kérdést egyrészt az életmódra, illetve az energetikai kérdéseikre. Én ez utóbbival tudnék foglalkozni. Lépegettünk egy kicsit. Ez egy ökofalunak a lovastanyáját ábrázolja. Meg kell mondjam, hogy jellemzően nem passzív házakból épültek, viszont törekednek arra, hogy megújuló energiákkal és lehetőség szerint a helyben megtermelt energiákkal dolgozzanak, illetve termeljék meg az energia szükségletüket. Ez jelentős részben napból, illetve biomasszából tevődik össze. Következő kérdés lesz, mi az a biomassa, sejtem? Mi az a biomassa? Tehát ahogy a Ludas Matyiban elhangzott, fűben, fában van, az, illetve ez a elnézést, tenkes kapitánya volt. Minden, ami megterem. Tehát a egyszerű fűtől kezdve a fáig. Gyakorlatilag a legősibb energiahordozó, amit az ember ismer, hisz már ősember is biomasszával tüzel, csak nem tudott róla. És ha belegondolunk, hogy a technológiai fejlődés úgy halad, hogy fűtsünk fával, mert az jó, fűtsünk szénnel, mert annak nagyobb a fűtőértéke, nem kell fát vágni vele, nem jó ez a szén, mert nagyon kormos, fűtsünk olajjal, mert az sokkal kényelmesebb, drága ez az olaj, de a gáz az kényelmesebb, és most eljutottunk oda, hogy drága a földgáz, fűtsünk fával. Nem tudom, mi lesz a következő megoldás, bár azt kell mondjam, hogy aki az épület szigetelés
haja, azaz rá fog jönni, hogy nem nagyon lesz szüksége fára. Illetve egy valószínűsíthető, hogy a villamos energiaigény meg fog nőni az országban, mert minden egyes berendezés, ami az épületeknél van, az villamos energiával megy, illetve egy csomó berendezés. Tehát gondoljon bele mindenki abban, hogy meddig tudna otthon meglenni gáz nélkül, és meddig villany nélkül. Ezt beszéljük meg a hűtő leolvadása után. Igen, értem. Önök azok, akik mondhatnám úgy, hogy a természet lágyulén is megélnének, viszont a lakosság nagy többsége már az a sandagyanum, hogy egy nap után lázongásokat tartana arra való tekintettel, hogy nem tudja nézni a tévéjét. Az, hogy ez most jó vagy nem, én nem kívánom kommentálni, de tartok tőle, hogy nagyon sokan így lennének. Hát lehet, hogy ezeket a műsorokat nem biztos, hogy annyira muszáj nézni. Tehát, hogyha a délelőtti előadásokhoz kapcsolódok, ha önmagamhoz szeretnék közel kerülni, akkor talán nem a tévét fogom nézni, van együtt lehet. Bocsánat, itt lehet még egy kérdés az út felé, hogy beszéltük itt az elektromos energia felhasználását, illetve hát ez a, is látom, hogy van nappanel, hogy van-e avval kapcsolatban információ, hogy igazából arra a szintre akarják elhozni a visszatermelt elektromos energiát is árba a szolgáltató felé, mint ami mondjuk Nyugat-Európában. Mert ha jól tudom, akkor ez ügyben eléggé kedvezőtlen itt a helyzet, tehát nagyon, nagyon kis áron veszi át a megtermelt energiát a szolgáltató, hogy veszi vissza. Igen, ezt bontsuk több kérdésre, ugyanis van a lakossági energia visszatermelés, mondjuk így. Azt mondanám erre, hogy kis mennyiségben azért éri megtermelni, mert a hálózathasználati díjakat meg tudjuk spórolni. Ugyanis ha megnézik a villanyszámlájuk hátulját, amit nem szokott senki érteni, ezt tapasztalatból tudom, hogy szolgáltatós ismerőseimmel beszélgetve ők is gyakran megérzik, hogy ők sem értik, mert ők csak nyomtatják. Elég komoly tételek szerepelnek, amiket meg tudunk spórolni. Visszatérve a kérdésére, ez pénz kérdés és döntéshozatali kérdés. Nagyon, tehát a jelenlegi helyzetben a KÁT, illetve a METÁ rendszer működik Magyarországon. Ez a megújuló villamos energiatermelésben való belépésének támogatására szolgál. Annyit kell tudni, hogy a KÁT-os rendszernek a 75%-át a kapcsolt erőművek, földgázzal működő erőművek viszik el. Ezek azok, amik mondjuk egy lakótelepet tudnak fűteni a hulladékhőjükkel. Mennek a gázmotorok vagy a gázturbinák. A gázmotort egyébként úgy lehet elképzelni, mint egy nagyra nőtt autó vagy egy hajómotort, nem nagy a különbség. Ebben a teremben hát egy 7 megás kényelmesen elférne. Ezekben az egyik oldalon bemegy a földgáz, a másik oldalon pedig kijön a villamosenergia, illetve a hő, ami jelen esetben hulladékhő. Az előnye az, hogy ez nem a kéményen keresztül vándorol el a fűtésre, hanem házakat tudunk vele fűteni, illetve melegvizet előállítani. Következő logikus kérdés, mit csinálunk nyáron, amikor nem kell fűteni? Ilyenkor ezek az erőművek nem működnek. Az igazándiban a zöld energiával működő erőműveknél jön elő a nagy kérdés, hogy őket támogatni kell, mert drágábbak. Egyszerűen azért, mert sokkal kevesebb van belőlük, illetve nem annyira kiforradt a technológia. Belegondolnak, az első autók méreg drágák voltak, aztán jött Ford és olcsóbbá tette a működésüket, de egész pontosan az kell, hogy nagyon sokan használják. Sok magyar van, aki föltette a házára a napelemeket, hogy villamos energiát termelje, nekem is van néhány ismerősöm. Hát a megtérüléseket különböző módon lehet számolgatni, nem egy rövid idő. Az energetikában egyébként nem lehet rövid időjű megtérülésekkel számolni jellemzően. És arra válaszként meg, hogy elérjük-e Nyugat-Európát, illetve erre azt tudom mondani, hogy bizonyos területeket, ugyanis a németek is most már azt mondják, hogy
lehet, hogy egy kicsit előre szaladtunk, és csökkenteni kellene, mert ugye nem véletlenül lett ott annyi megújuló energia hasznosító berendezés, ha magas a támogatás, akkor mindenkinek megéri és viszonyban elérhető. Van még fényt? Igen, szeretnék bemutatni egy norvég házat. Ez a szigetelés jelzi, hogyha a földrajz tanulmányainkra gondolunk, Norvégia jellemzően nem egy meleg ország. Így is meg lehet oldani a szigetelést. És szeretnék meg bemutatni egy állatkát. Van egy program, ami ezen a honlapon elérhető a megújuló energiákkal, illetve az energiahatékonysággal foglalkozik. Ebben, mint környezeti nevelési tanácsadó veszek részt, és legutóbb Algyon tartottuk egy falunapon bemutatót, ahol a berendezéseket is meg lehetett nézni. Illetve Sanda gyanúm szerint szeptember 22-én, amikor a következő alkalom lesz, lesznek itt olyan bemutatható, szórakoztató berendezések, mint például egy üvegkalitka, amiben elég hangosan lehet kiabálni, és nyugodtan lehet bíztatni a gyereket, hogy minél hangosabban kiáltson. Kívül olyan 60-70 decibel tudunk kevesebbet hallani belőle. Hát most, most volt szerintem szeptember 22-én folytatjuk ezt a beszélgetést, mert most lejárt az időnk, de ha valaki szeretné most kérdezni Zsoltól, tessék. Csak egy pillanatra visszatenné még a házra a képet. Köszönöm. Az ablakját nem figyelt. Köszönöm. Jó, bárkinek valamilyen kérdése van, itt leszek az előadás után, tehát meg tudjuk beszélni. Nagyon köszönjük a figyelmet, és most várjál egy percet, mert te is kapsz egy kis emléket, hogy itt voltál és elmondtad a gondolataidat. Úgyhogy a pillangó és a Viktória neked is jár, úgyhogy nagyon köszönjük a segítségedet.